Idén is sok volt az érdeklődő a Vese világnapi fórumon Nyíregyházán. Ebben az évben a Szabolcs megyei székhely adott otthont az országos központi rendezvénynek is. A programot 12 évvel ezelőtt magyar kezdeményezésre indították, figyelemfelhívó és prevenciós céllal. A vesebetegség a világ lakosságának 8-10%-át érinti. A betegség kialakulásának fő okai az elhízás, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és az időskor. Az érintettek közel 80%-a 65 év feletti. A rendezvényen elhangzott, elhízás szempontjából Európában az elsők vagyunk, de világszinten is csak Amerika előz meg minket. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg 169 ezer magas vérnyomásos és 45 ezer cukorbeteg van. Ebben az évben az elhízás volt a központi téma a Vese világnapi rendezvényeken. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3 dialízis állomáson kezelik a betegeket, Nyíregyházán, Mátészalkán és Kisvárdán. Több mint 300-an járnak dialízisre, illetve vannak, akik otthoni kezelést, úgynevezett CAPD-t alkalmaznak. Ezen kívül vannak transzplantáltak, akik már vese átültetésen esnek át, illetve gondozottak, akik még előtte állnak a dialízis előtt. Azoknak szerveztük ezeket az előadásokat, akik érdeklődnek ezek a témák iránt, illetve szeretnének az egészségükre egy kicsit vigyázni. Nyíregyházán is kezelik a betegeket a hét minden hétköznapján. A vese szerepe fontos a folyadékkiválasztásban, a vérnyomás szabályozásban és a vérképzésben is. Időskorban a szerv tömege változik és a funkciója is romlik, ezért is veszélyeztetett a 65 év feletti korosztály. Tavaly 12 ezeren kaptak vesepótló kezelést hazánkban, és 343 vese átültetést végeztek. Szabolcs megyében pedig csak idén már 82 transzplantáció történt. 2011-ben aláírtunk egy szerződést az Eurotransplanthoz való csatlakozásról. Ez 2012. januárjában elkezdődött, és 2013. július 1-től teljes körű tagjai lettünk az Eurotransplantnak. 8 ország van ebben benne. Ausztria, Németország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Szlovénia, Horvátország és Magyarország. Tehát egy lényegesen nagyobb társaságban vagyunk, és lényegesen könnyebb a megfelelő vesének a kiválasztása. Az Eurotransplant főleg a veszélyeztetett, hiperimmunizált betegeknél, a gyerekeknél, a sürgősségi vese átültetéseknél játszik szerepet. A szakember hozzátette, mérsékelt sófogyasztással, rendszeres vérnyomás és vércukorszínméréssel kiszűrhető a betegség. De fontos egy 8 tételből álló alapszabály betartása is, amelynek kiemelt része a fit életmód. Diétás étkezéssel, gyógyszeres kezeléssel pedig egyensúlyban tartható a már diagnosztizált vesebetegség is.